Van olyan, akinek van valami szerencsehozó tárgya? Nekem egy ismerősömnek egy plüss állata van, és ő mindig mondta, hogy ő érettségire azt vitte magával. Nem, miért viszi magával? Megnyugtatja, vagy azért, mert attól reméli, hogy jó fog sikerülni? Hát szerintem igazából mind a kettő egy kicsit bízik, gondolom, vagy bízott abban, hogy az a tárgy az így segít neki. Szerintem ez saját vélemény, hogy ez egy babonás szerintem, és hogy könnyebb egy látható dologban hinni, mint hát Istenben. Mai napig is nagyon sokan tulajdonítanak isteni erőt tárgyaknak, és szerintem tényleg könnyebb elhinni azt, hogy egy tárgynak van ereje, mint hogy egy olyan személynek, vagy egy olyan dolognak, amit nem látunk, csak érzünk. Sokszor van az, hogy ilyen divattá válik ez az okkultizmus, hogy mind elolvassuk a horoszkópot. Én mondjuk nem, de sok ember elolvassa. Itt az iskolában hogy érzitek, hogy az iskolai életetekben van olyan, amikor egyértelművé válik, hogy itt nem beszélhetünk másról, csak arról, hogy az isteni gondviselés ott van mellettünk. Mi szerveztük idén a szalagavatót, és nekem volt egy olyan szerepem, hogy beszédet kellett mondanom. Izgultam, de aztán végül jól sült el, szóval szerintem ebben is benne volt az, hogy segített nekem Isten. Készültem egy dolgozatra rengeteget, de azt éreztem, hogy nem tudok semmit sem, és nagyjából óra előtt tanultam meg még egy kis olyan részt a füzetből, amiről akkor tudtam meg, hogy benne lesz a dolgozatba. Megtanultam, és így ötösre meg tudtam írni. És akkor tudtam, hogy ez az isteni gondviselés volt. Valahogy mindig úgy intézi a dolgokat, hogy utána olyan jól jöhessünk ki belőle, és érezhessük utána is, hogy ez mégiscsak az ő gondviselése volt. Sokszor megéljük talán, hogy a rossz pillanatokban nem látjuk, hogy mi abban a jó, és talán pont nem a szerencse, hanem a szerencsétlenség az, ami megfogalmazódik bennünk, és amit mi csak így emberek szerencsének mondunk, az sokkal többször a világban való beleavatkozása az Istennek. Van-e olyan az életetekben, amikor azt gondoljátok, hogy a ti szerepetek, akár ti vagytok az Isten meghosszabbított keze, vagy gondolata, amikor ti vagytok valaki számára az Isten belépése az életben? Az egyik legjobb barátnőmet például történelmi órán kihívták felelni, és nagyon izgult szegény, és mondtam neki, hogy ne félj, mert imádkozni fogok érted végig, és nagyon szépen lefelelt, és nagyon megköszönte nekem is, és mondta, hogy érezte. Az emberek számára a szerencsétlenség általában úgy jön le, hogy ez egy rossz dolog, de szerintem én abban hiszek, hogy Isten számára a szerencsétlenség számunkra lehet jó is, mert úgy avatkozik be, hogy mi azt látjuk, hogy az nekünk rossz, de utána mégis rájövünk, hogy az valójában jó. Sokan úgy tartják, hogy ez mind a sors keze, vagy éppen a karmát mondják, ami ugye tulajdonképpen egy láthatatlan dolognak próbálunk nevet adni, de ez ugyanúgy Istenre is igaz. Tehát lehet, hogy tulajdonképpen Istent szeretnénk egy máshogy elnevezni. Amikor emberi kapcsolatokat veszítünk el, például barátokat, közelibb embereket az életünkből, szerintem az is egy tanító szándék lehet, mert lehet, hogy akkor úgy érezzük, hogy ez milyen nehéz, és hogy mennyire rossz nekünk abban a pillanatban éppen, de később szerintem ez is a javunkra válhat, mert csak erősebbek leszünk. Ha ilyesmi történik, mindig arra gondolok, hogy semmi sem történik úgy, hogy Isten ne tudna róla, és nem állít olyan elé, amit ne bírnánk ki, és ő mindig csak is kizárólag a javunkat akarja, és hogyha bajba kerülünk, kirángat belőle, segít. Számomra nagyon megrázó volt végigolvasni azt, hogy jó végig megy mindazon, hogy elveszti saját gyermekét, minden tulajdonát, és mégis meg tudja látni azt, hogy ezt mind Isten adta, és Isten is vette el, és hogy áldott legyen az ő neve. A Bibliában benne van, hogy mindennek rendelt ideje van, és én hiszem azt, hogy Isten ebben a rendelt időben tudja, hogy mi nekünk, mi itt az életünknek az értelme, és hogyha erről az útról letérünk, akkor Isten belenyúl az életünkbe, és ad arra lehetőséget, és ad arra szabad akaratot, hogy úgy döntsünk, hogy azt fogjuk követni. Hogyha sok-sok görbe úton is megyünk, azért mégiscsak odaérjünk, ami az Istennek a célja a mi életünkkel.